Játszunk együtt, hogy bejárhassuk a költő útjait. Ezzel a szlogennel indult a nap a Petőfi 200 program sorozat keretében. A megmozduláshoz csatlakoztak a Gyergyó-Szent Miklósi testvértelepülés vendégei. Többféle elfoglaltságba vettek részt a gyerekek és a felnőttek is egyaránt. Ez év májusban indítottuk el ennek a rendezvénysorozatnak a tervezését, és nagyon-nagyon örülök, hogy a város összes általános és középiskolás pedagógus kara részt vett ebben a szervezésben, és egy nagyon jó programot állítottunk össze. Ezek után, miután mi megbeszéltük, hogy mi lenne, ha ezt megcsinálnánk, akkor gondoltunk arra, hogy megkeressük a Gyergyó-Szent Miklósi testvértelepülésnek az iskoláit, és így jutottunk el a gimnáziumhoz és a Fogarasi általános iskolához, őket is bevontuk ebbe a programba. Volt versmondó verseny különböző korcsoportokban, rajzverseny különböző korcsoportokban, társasjátékkészítő verseny, ami nagyon-nagyon jól sült el, és ezen kívül pedig ilyen eszéírás, meg hasonlóak. A póló, amit terveztettünk, az is verseny alapján alakult ki, és ma volt délelőtt egy kvízjáték a középiskolások, tehát a Gyergyói és Dombóvári középiskolások között volt egy nagyon jó kvízjáték, amin a gyerekek részt vettek, nagyon tetszett nekik, nagyon örültünk, és egy pizzázással zártuk délben ezt a vetélkedőt. Holnap pedig elviszük a gyerekeket, a győzteseket a parlamentbe, ahol vendégül látnak bennünket, és ahol egy megnézhetjük a parlamentet belülről, és hogy hava tortán már megrendeztük, vagy meghirdettük pontosabban az almás süti versenyt. Ennek is győztesei vannak, de az igazi győztesek a gyerekek lesznek, akik a szünetben megehetik az almás süteményt. Ennek kapcsán ugye egy Petőfi 200, és mivel a városban fajültetés zajlik, arra gondoltunk, hogy itt 4 órakor a gyergyói gyerekekkel együtt, és dr. Szilágyi Péter államtitkár helyettes úrral együtt ültetünk el fákat ennek a Petőfi 200 programnak a zárásaként. A Gyergyó-Szent Miklósiak is nagyon jól érezték magukat. A faültetés egy nagyon emlékezetes esemény lesz számukra, amiben szívesen vettek részt. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk Dombóváron. Gyergyó-Szent Miklós és Dombóvár testvér települések kapcsolatát próbáljuk felerősíteni, ápolni. Örvendünk, hogy itt lehetünk. Szép programokon vettünk részt. Délelőtt részt vettünk egy kvízműsoron, ahol a városunk és Dombóvárváros iskolás csapatai vettek részt. Ez nagyon izgalmas volt, megcsillogtatta mindenki a maga tudását. Utána pedig voltunk egy helytörténeti sétán, a helyi múzeumban kalauzoltak el bennünket, és ott időztünk, ott ismertük meg Dombóvárnak a történetét. A Petőfi 200 emlékév tiszteletére ültettünk el 4 fát, közösen a 2 város, a diákok. A közös együttlét nagyon jól sikerült. A szép idő is hozzájárult az eredményes faültetéshez. Nagyon jó hangulatba telt a nap, és izgatottan várták az esti Petőfi Gála műsorát, ahol kiderültek a versenyek eredményei. A díjazottak ellátogathatnak a parlamentbe is. A napot színes rendezvényekkel zárták.